Mr. Bloomberg leasingesek egyetlen egy ténye nem tudnak és nem is fognak tudni magyarázatot adni, mégpedig arra, hogy hogyan lehetett az előzőekben beszélő, igen csinos, sértett hölgynek az autóját úgy elvinni, hogy a szerződés, amit önök kötöttek vele, érvénytelen, mert azt a szegedi törvényszék jogerősen megállapította. Felhívom a tisztelt figyelmüket arra, hogy a Magyarország alaptörvényében a bíróságok önálló hatalmi ágat képviselnek. A bíróság jogerős döntésével szembeni önkényes intézkedés ettől megvalósíthatja az államhatalommal való szembehelyezkedés bűncselekményét. Önök, mint jogi személy, tényszerűen, bizonyíthatóan, okirattal, alátámaszthatóan megvalósították ezt a cselekményt. Önök felülhelyezkedtek és felül kívánnak helyezkedni a Magyarország jogrendjén. Ez vége, ezt önök nem tehetik. Az összes jogi eljárás, ami önökkel szemben megindítható, megindítja a sértet. És a sértetnek a Jogállamiság Egyesület minden erkölcsi, jogi, szakmai és társadalmi támogatást megad. Mert önök túllépték azt a határt, amelyben egy országban élhetünk. Önök az emberek pénzét veszik el úgy, hogy jogtalanul. Nem tehetik meg. És önök attól, én azért jöttem ide ma, mert az önök jogtalan cselekménye olyan szinten elszakítottam bennem a hort, hogy ha még van bennem, és már van bennem jogtisztelet, akkor a jogtiszteletet akarom érvényesíteni ebben az országban. Önök, ha velem betartatják azt, hogy az utcáról ne lépjek le, és ne szemeteljek, önök is tartsák be a magyar ország törvényeit, tiszteletben tartó bíróságok jogerős döntéseit. Önök súlyos törvénysértést követtek el, amelyre bizonyíték van, és amelyért önök felelni fognak.